Mindenkit nagy szeretettel köszöntök, és nagyon örvendetes, hogy legalább 12 országból jelentkeztünk be erre a webkonferenciára is. A téma az nagyon-nagyon érdekes, és olyan dolgok fognak elhangzani, amelyeket még tanfolyamon sem mondtam el soha. Minek utána hétfőn hajnalban fél kettőkor találtam meg azt, amit kerestem, és akkor döntöttem el, hogy ez lesz a mai téma, hogy pulmonális hipertónia. Ugyanis a pulmonális hipertóniát ezen a táblázaton nem fogjuk megtalálni, viszont a táblázat gondolkodását követve megtaláljuk a pulmonális hipertóniának is a konfliktusait, agyi lenyomatát és a szervi megnyilvánulását. Mert mint tudjuk, lélek-agyszer szinten zajlanak le ezek a betegségeknek nevezett értelmes biológiai különprogramok. Hammer doktornak köszönhetjük ezt a fantasztikus felfedezést, amint ezt minden alkalommal igyekszem kiemelni, hogy feltalálta az öt természettörvényt, és ennek köszönhetjük, hogy erről tudunk beszélni. És tudunk arról beszélni, hogy mi az, ami valóban elindít bennünk egy betegséget, ami valójában egy értelmes biológiai különprogram. De felhívnám a figyelmet arra a mondatra, ami a weblapon is ott van a főoldalon, hogy Hammer doktor a germán gyógytudományt orvosoknak és betegeknek írta, akiknek szívük és józan eszük van. És ki szívét osztja szét, ő lesz a remény. Nem véletlenül játszottam be ezt a kormorán számot ebben a bevezetőben. Tudjuk jól, hogy ez a 19 éves fiú Dirk Hammer volt az, aki a olasz trónörökösnek, a savoyai hercegnek az őrültsége miatt kellett frekvenciát váltania. Ez az ember erősen ittas állapotban két pisztolylövéssel halálosan megsebesíti a csónakban alvó Dirk Hammert 78. augusztus 18-án. Az édesapja Hammer doktor mindent elkövet, hogy megmentse a fiát, de 78. december 7-én meghal a karjai között, és rá két hónapra Hammer doktornak már heredaganata van, elgondolkodik, hogy kell lennie valami kapcsolatnak a fia halála és a heredaganata között. Kiemelném Hammer doktor szavait, hogy pokoli kínok következtek, ugyanis kemoterápiát, sugárkezelést nem vállalt be, a műtétbe beleegyezett, és a pokoli kínok következnek, ez azt jelenti, hogy éppen a gyógyulási fázisról beszélünk. Tehát nehogy azt gondolja valaki, hogy a betegsége az olyan lazán fog meggyógyulni, hogy mire felébred már egészséges. Igen, a biológiának megvannak az üzenetei számunkra, hogy megértsük, hogy ő éppen dolgozik, ő éppen rendbe teszi önmagát, és mindjárt megértjük, hogy ezt hogyan. A Hammer doktor a fiáról, Dirk Hammerről nevezte el azt a feltételrendszert, azt a kritériumrendszert, ami szükséges ahhoz, hogy egy daganatos folyamat elinduljon a szervezetünkbe, ezért az első természettörvénynek az a neve, hogy a rák vastörvénye. Hammer doktor a ráknak a hátterét kutatta, kereste, és a fiáról nevezte el a felfedezését, ami után ő fölgyógyult egy nőgyógyászati rákklinikán dolgozott Münchentől nem messze, és ott 200 daganatos beteget megkérdezve 1981-ben ősszel közli a rák vastörvényét, mert a válaszok egyértelműek és egybevágóak voltak. Vagyis minden olyan nagyon súlyos érzelmi konfliktus, ami váratlanul, meglepetésszerűen, drámaian ér minket,
és magányosan éljük meg ezt az egész súlyos történetet. Ez a lélek agyszerv tengelyen elindít egy biológiai választ, egy értelmes biológiai különprogramot, amit mi úgy egyébként betegségnek nevezünk. De ne feledjük el, hogy ez egy biológiai konfliktus, vagyis mivel minden, ami él, az a túlélésért és a faj fenntartásáért küzd egy életen át, ezért nyilvánvaló, hogy a legnagyobb félelme a haláltól és a faj kipusztulásától való félelem lesz. Tehát a félelemnek az alapja az egy biológiai program. Mindenkiben a félelem azt jelenti, hogy a biológiai testével kapcsolatos azonosultságok, félelmek, szorongások nincsenek feloldva. És akkor elindít a szervezetünk egy túlélő programot, amit Hammer doktor értelmes biológiai különprogramnak nevezett, mert ugye az értelme a túlélés és fajfenntartás. A konfliktus pillanatában ne feledjük el, hogy rögzülnek ezek a bizonyos sinek. Igen, a körülményeket rögzíti a szervezetünk, hogy ha legközelebb valami hasonló dolog megjelenik az életünkben, akkor már rögtön indítjuk a túlélő programot újabb konfliktus nélkül. Ez nem azt jelenti, hogy az életünkben a sinekkel kell foglalkozni, mert a nyuszinak lehet, hogy sinek vannak a fejében, de a mi fejünkben pályaudvarok vannak. A sinek arra nagyon jók, hogy megmutassák, hogy mi az, ami milyen körülmények közt éltük meg magát a konfliktust. Viszont a konfliktussal kell foglalkozni, vagyis amivel foglalkoznunk kell, valójában az a félelem. Ne feledjük el, hogy a félelem az egyetlen halálos betegség. A daganatos beteg nem a daganata miatt vált frekvenciát, hanem annyi programot indít el, hogy teljesen lemeríti a szervezetét, és ennek az lesz a következménye, hogy teljesen le fog fogyni. Ezt egyszerűen tumoros koheksziának nevezi a szakirodalom. De mi is itt az alapvető probléma? És most essenek nagyon figyelni az, hogy benne maradunk a konfliktusban. Na ez a legnagyobb probléma, vagyis ha ezt megoldanánk, hogy minden este békével lezárjuk a napjainkat, akkor meg se tudnánk betegedni. Lehet, hogy másnap lenne valami enyhe tünetünk, mert ugye a becsapódás az agyban elindítja a szervi választ, de nem lenne olyan tömegű a szervi válasz, mint akkor, ha benne maradunk a konfliktusban. És miért maradunk benne a konfliktusban? Mert agyalunk, mert egyfolytában a gondolatainkkal vagyunk elfoglalva. És ne feledjük, hogy az agyunk nem tud különbséget tenni a valóság, az álom és az illúzió között. És a gondolataink illúzió világába tartoznak, főleg ha most azon töprengek, ami tegnap megtörtént, még mindig azon rágódom. Kérem szépen, a biológia úgy reagál rá, mintha az most történne. Ezért kell lezárni békével a napjainkat. Ezt értsük meg, és ha ezt megtennénk, akkor itt most be is fejezhetnénk a webkonferenciát, és jöhet a buli. Mert ez volna a legfontosabb üzenet, minden webkonferencia alkalmával elmondom, zárjuk le békével a napjainkat, vagyis megértéssel, megbocsátással, elengedéssel, elfogadással, sőt, hálával. Itt érdekelnek ezek a gondolatok, nézze meg az Újrakezdés, új alapokon minden nap egy új lehetőség című előadást, és megérti, hogy miről beszélek. Tehát a magányosságnak a kérdése is sok emberben kérdőjeleket vett föl, hiszen nem magányosan élte meg, tömegben élte meg, vagy kibeszélte magából. Igen, de vannak olyan dolgok az életünkben, amelyek szégyennel töltenek el minket, és erről nem fogunk beszélni. Vannak olyan dolgok, amelyek lelkiismeret furdalást keltenek bennünk, és ezekről se fogunk beszélni. Tehát ezeket magányosan éljük meg. Nem dicsekszünk vele, hogy valami olyat tettünk, amire nem vagyunk büszkék, így van? Tehát értsük meg, hogy ezek a történetek, ezek a feltételek, hogy félelemről van szó, mert örömében senki se fog megbetegedni. Egy váratlan eseményről, ami úgy ért, mint derültékből a villámcsapás.
És a lényeg, hogy magányosan, elszigetelten éltem meg, és benne maradtam a konfliktusban. A lélek itt nem véletlenül lett kisbetűvel írva, és idézőjelbe téve, mert nem ám a nagybetűs léleknek van konfliktusa, az köszöni szépen, jól van, az mindig volt és mindig lesz. A kicsi egónknak van hatalmas félelme, és ez az érzés az agy közvetítésével indítja el a szervi választ. Ezért van, hogy a tanfolyamokon a biológiát szimbolizáló fehér birka, azaz dr. Budai László Károly ott ül az orvosi táskáján, és arra emlékeztet mindenkit, hogy a biológiai testem mindig értem dolgozik, soha nem ellenem, nem megölni akar, csak nem mindegy, hogy értem vagy nem értem, hogy mit tesz a biológiám, én értem. És sajnos az akadémikus orvoslás nem érti. A mai történet, a mai témának ha utána nézzünk, akármilyen szakkönyvben vagy interneten, azt fogják írni, hogy ismeretlen okok miatt egyszer csak megváltozik a tüdőartéria szerkezete. Kérem szépen, ilyen nincs. Ilyen nincs, de akkor fogjuk ezt mind megérteni, ha egy kicsit tovább lépünk, és megértjük a többi biológiai természettörvényt, ugyanis a Hammer doktor 5 természettörvénye nem csak az emberekre, hanem az állatokra, a növényekre, sőt az egysejtőekre is érvényes. Itt egy egyetemes felfedezésről van szó, egy olyan törvényről, egy olyan felismerésről, ami az élővilág minden egyedére vonatkozik. Valami fantasztikus dolog ez, csak hát, hogy miért nem erről beszélnek, majd kitaláljuk. Nyugodjunk meg, hogy soha nem a történet számít, hogy éppen mi történt, hanem hogy én miként éltem meg azt a bizonyos eseményt. Hogyan élem azt meg, hogy harmadik kerék vagyok egy párkapcsolatban. Na vajon hogyan élem ezt meg? Boldogít engem az, hogy a másik hölgy, vagy a férfiról van szó, a másik férfit megbetegítik azok a dolgok, amelyek majd kiderülnek? Lehet itt akkor igazi boldogságról beszélni? A választ adja meg mindenki, aki most éppenséggel ilyen harmadik keréként működik egy párkapcsolatban. Kérem szépen, ebben az esetben el kell tudni dönteni, hogy mi az én megélésem. Mert ebből kérem szépen a ményakráktól a meldaganatig, az önleértékeléstől a bosszúságig rengeteg programot el lehet indítani. Kérdés, hogy mi volt az én megélésem, amikor kiderült az, hogy. Tehát ezért van itt ez a mondat, és jegyezzük meg, hogy az egyetlen valóság mindenki számára a saját megélése lesz, és nem az, hogy mi történt, hogy ki mit látott, vagy hogy ki mit mondott. Ez az egyetlen valóság, mert az én érzésem az én agyamon keresztül hat az én szervezetemre. Ez a legfontosabb dolog megérteni, és ezt senki nem tudja elmondani egy másik ember helyett, hogy ő hogyan élte meg azt, hogy pont, pont, pont. Nos, a második természettörvényt Hammer doktor röviddel az első törvény után felfedezi, mert ugye belgyógyász főorvosról van szó, aki tudja, hogy vannak meleg és hideg tünetek. És ugye mindenki tudja azt, hogy amikor feszült, idegesstresszes, akkor hideg a keze, hideg a lába. Így van? És amikor stresszben vagyunk, akkor igazán nem vagyunk boldogok. Vagyis az alapvető igazság, amit Osótól tanultam, ha boldog vagy, igazad van. Ha nem vagy boldog, nincs igazad. Amíg mi a boldogságot kívül keressük, addig az mindig feltételekhez kötött boldogság lesz, és ezt már Buddha is megmondta, hogy a feltételekhez kötött létszenvedéssel jár. A többi három mondatát azt tessenek megkeresni az interneten, és tökéletesen erről van szó, ha megértjük, hogy van egy út a szenvedés megszüntetéséhez, ez a negyedik mondata bölcsessége Buddhának, hát pont erről beszélünk a tanfolyamokon. A konfliktus becsapódása, tehát maga a DHS, az a pillanat, amikor megtörtént velem az, amiről sohasem gondoltam volna, hogy megtörténhet.
ami váratlanul meglepetésszerűen élt, mint derültékből a villámcsapás. Igen, ez a villámcsapás akkora energia, becsapódás, ami kiüti a nyugalmi helyzetből a biológiámat. Látjuk, hogy a DHS előtt, hát nappal a szimpatikus, éjszaka a paraszimpatikus idegrendszer hatásáról beszélünk, részleteket az öt természettörvény részletes előadásában tetszenek találni. Mindenre nem tudok kiterjedni, mert akkor nem lesz időm beszélni a pulmonális hipertóniáról. De amikor becsapódik ez a váratlan esemény, akkor a kék szín dominál, mert a szimpatikus idegrendszer túlsúlya lesz jellemző rám éjjel-nappal, és ezért nem tudok éjszaka nyugodtan aludni, felébredek, ketyeg a szívem, magas a vérnyomásom, a gondolatok veri ki a fejemet egyfolytában egyik a másikat, agyalok, és hideg a kezem, hideg a lábam, nincs étvágyam, nem eszek, lefogyok. Nagyjából általában ez a konfliktus aktív fázisnak a tünete. Persze vannak változások is programonként, de most ezekben nem megyek bele. A kérdés micsoda, hogy meddig ülök a konfliktusban? Ez fogja meghatározni azt, hogy amikor megtörténik maga a megoldás, akkor mennyit fogok szenvedni, mert amikor a megoldást követő fázisba jutok, vagyis gyógyulok, na akkor jönnek a tünetek. Az első tünet mindjárt az exudatív fázisban lesz mindenki számára érezhető, mégpedig azért, mert folyadék gyülemlik be a szervezetbe, oda, ahol éppen megtörténik a gyógyulás. Exudáció, vagyis a sejtek közötti állomány víztartalma fog felgyülemleni, és ez a duzzanat fogja létrehozni azt a duzzanatot, ami a gyulladást jellemzi. Ugye vagotónia van, piros szín, minden meleg lesz, minden gyulladásban lesz, fájdalmas lesz, duzzat lesz, piros, ha a felszínen van, és nem működik rendesen. Vagyis ahogy tanították nekünk az egyetemen, rubor, tumor, calor, dolor, funkció, léza, ezt már a középkorban leírták, azóta se változott semmi, csak tudnunk kéne, hogy amikor gyulladás van a szervezetünkben, akkor nem beteg vagyok, hanem éppen gyógyulok. Szeretném idézni egy hölgynek a levelét, akinek ízületi gyulladásai voltak, illetve még vannak, és megpróbálta akadémikus tudással elnyomni a tüneteit szteroiddal és egyéb gyógyszerekkel, vagy inkább pontosabban gyógyszeripari termékekkel, mert a gyógyszer az, ami gyógyít, ami nem gyógyít, az nem az. És rá kellett jönnie arra, hogy nem az ízülete beteg, hanem a lelkével van baj. Ott kell rendet tenni legbelül, ott kell megtalálni a belső békét ahhoz, hogy az ízületi fájdalom végre, örökre elmúljon. És ez ugyanígy jellemző minden más tünetre, amit éppen bárki most ebben a pillanatban érez. El kellene tudnunk fogadni, hogy a gyógyulás az esetek túlnyomó részében fájdalommal jár. Fájdalom egyenlő gyógyulás, és ha önleértékelésről van szó, akkor ott 100%-ban mindig ez az igazság. Vannak olyan fájdalmak, amik a konfliktus aktív fázisban jelentkeznek, erről van külön webkonferencia, és ez még a mai nap szóba fog kerülni. De maradjunk azzal, hogy amikor tüneteim jelentkeznek, akkor éppen gyógyulok, és ha olyan gyógyszert kapok, idézőjelben a gyógyszert, ami visszatesz engem innen a konfliktus aktív fázisba, akkor megoldottam a problémát. Nem kérem szépen, csak eltüntették a tüneteket. A medicina ezzel foglalkozik. És ebben van az üzlet, hogy eladjuk az embereknek a gyógyszereket. Leállítottam a gyógyulást, visszatettem konfliktus aktív fázisba, kimegy a gyógyszer hatása, mit csinál a biológiám, megint elkezd gyógyítani. És én megint megeszem a gyógyszert, hogy meg ne gyógyuljak. Tehát az esetek többségében erről van szó. Van a gyógyszeriparnak
olyan terméke, és ez 5%, ami valódi gyógyszer, ami tényleg segítség, ami tényleg szükséges, és nagyon jók, ha megfelelő időben, megfelelő adagban, megfelelő körülmények közt alkalmazzuk. Tehát igen, különbséget kell tenni az egyes szerek között. Nos, egy pillanatra nézzünk rá a CT-képre, mert minden lélek agyszer szinten megy végbe. A konfliktus becsapódása is mit csinált az agyban? Azt csinálta, hogy itt van a becsapódásnak a helye. Körkörös gyűrűket látunk itten, amelyek úgy néznek ki, mintha bedobtam volna a víztükörbe egy követ, és a hullámok így jönnek szépen szét. Sikerült megfejteni, hogy ez az egész minek a következménye. A negyedik könyvem, miért nem találom a konfliktusomat, majd erről szól, és abban ezt részletezem. Ezek a körkörös gyűrűk csak a natív felvételen, tehát a kontrasztanyag nélküli felvételen lesznek láthatóak. A megoldás követő fázisban, mit mondtam? Exudátum, vagyis folyadék gyűlemlik szervi szinten, de agyi szinten is. És láthatjuk itt is, itt van a két kék nyíl mutatja, hogy az exudátum, vagyis a folyadék gyűlem miatt megváltozik a szerkezete, az áteresztő képessége annak a bizonyos relének. Most itt körberajzolok két relét itt alól, tessenek megnézni a kettőt egymás mellett. A bal oldali sötétebb, a jobb oldali meg világosabb. Világos, ugye, hogy azért sötétebb a bal oldali, mert több sugarat enged át. És ez csak azért fordult elő, mert a benne levő folyadék fellazította a szerkezetét, és így több sugár tudott átmenni, tehát sötétebb lett a képernyő. És ez nem daganat, ez csupán agyi ödéma, ami nyilván fejfájást fog okozni. De hála Istennek nem kell örökké szenvednünk, mert jön az epileptoid krízis, aminek a lényege pontosan az, hogy az agyi relét fogja elsősorban a biológiánk helyre tenni, és itt látható is, nézzük meg, hogy a víz elkezd a reléből ki eltűnni, már világosodik a széle, olyan ez, mint amikor a felhők alatt kisüt a nap. Ezt a CT-képet akkor csinálták, amikor tehát az epileptoid krízis leszálló ágába kerültünk. Na de az epileptoid krízis azért krízis, mert itt aztán nagyon komoly tüneteket élhetünk meg, akár halálos is lehet a kimenetel, részletek az egyes előadásokban. A vesegörcs, az epegörcs, a mélyvénás trombózis, a tüdőembólia, a szívmegállás, ezek mind-mind az epileptikus, vagy epilepsziás, vagy epileptoid krízisben jelentkeznek. Miért van három név? Mert az epilepszia, mint jelenségről nevezte el Hammer doktor ezt a szakaszát a megoldás követő fázisnak, ugyanis maga az epilepsziás krízis pont itt történik. Ha izomról beszélünk, akkor epileptikus krízisről beszélünk, ha szervekről beszélünk, akkor epileptoid, tehát nem epilepsziás, epileptoid krízisről beszélünk. Tehát ezekkel az elnevezésekkel találkozunk, csak szólok, ne okozzon különösebb zavart senkiben. Nyilván, hogy az epileptoid krízisnek a csúcsa, a magassága, az attól fog függni, hogy, na vajon mitől, hogy mennyit csücsültem a konfliktus aktív fázisba. Tehát még mindig a legjobb ötletem és a legkonkrétabb javaslatom, hogy zárjuk le békével a napjainkat. Az epileptoid krízis után megint kimelegszik kezünk, lábunk, már jó a hangulatunk, jó az étvágyunk, tudunk enni, csak iszonyú fáradtság kap el minket. Na jó lenne tudni, hogy akkor már csak néhány méterre vagyok a célvonaltól. A lényeg a megértésben az lenne, hogy a tüneteim, a szenvedésem attól fog függni, hogy mennyit ültem a konfliktusban. A megoldás, tehát a megértéshez a harmadik természettörvény segít hozzá, és itt jön az a gondolkodás,
ami helyre tenné a mai orvosi gondolkodást. Mert ma tüneteket nyomunk el, és nem tudjuk, hogy mi a betegségek valós oka. Holott az embriológiából mindenre rájöhetünk. Na most józan paraszti ésszel gondolkodjunk, még mielőtt belemennénk az embriológiába. Sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek. Ha nem működnek, azt úgy hívják, hogy holttest. Tehát mit tudok tenni a túlélés érdekében? Három dolgot tud a biológiám elkövetni, és ez a három dolog nagyon egyszerű. Vagy sejteket szaporítok a cél érdekében, vagy sejteket sorvasztok, vagy a sejtek működését fogom megváltoztatni. Mindezt a konfliktus aktív fázisban látjuk. Mi történik vajon a megoldást követő fázisban? Hát ennek a fordítottja. A sejtet szaporítottam, amint látjuk, lebontom a felesleges sejteket. A sejtet sorvasztottam, visszaépítem a hiányzó sejteket. És ha agykéreg által irányított programnál a sejtek működését leblokkoltam, akkor a megoldást követő fázisban feloldom a blokkot és helyreállítom a sejtek működését. Így a cukorbetegséget, a bénulásokat, a szaglásvesztéseket és az összes többit, ami ide tartozik. Remélem, hogy ez mindenki számára egy jó hír. Ez a világ legegyszerűbb egyenlet rendszere, ezt bárki megérti, csak a helyzet az, hogy annyira egyszerű, hogy ez egy orvos számára szinte elfogadhatatlan. Sokkal bonyolultabb gondolkodást gyakoroltattak be 6 év alatt velünk, és amikor rájövünk, hogy ez csak ennyire egyszerű, na innentől hihetetlen, én elárulom, hogy 2 évig én is teszteltem Hammer doktort, ezt a táblázatot itt a hátamnál, mert hihetetlen volt számomra, hogy ez ennyire egyszerű. Pedig így van. Nos, aki nem hisz, nyilván mindent ellenőrizni lehet, és kell, és ha valaki meg tudja cáfolni, hogy Hammer doktornak nincs igaza, szerintem 1-ből 3 Nobel-díjat is fog kapni. Még senkinek nem sikerült megcáfolnia, mert Hammer doktor a 3. természettörvény felfedezése előtt leásott az embriológiába az egyedfejlődés magyarul, vagyis az a 9 hónap, amit a anyaméhen belül töltöttünk el. Mindenki, aki itt van és hallgatja ezt a webkonferenciát, majd 400-an egy megtermékenyített petesejtből hozta létre az összes többi sejtjét, szövetét, mindenét. Hogy lehetséges ez? Úgy lehetséges, hogy először kialakul egy sejttömeg, amit szedercsíra állapotnak nevezünk, tehát az osztódás, ugye elindul még a petevezeték külső harmadából, és mire leír a megtermékenyített petesejt, addig már szedercsíra állapottá alakul, és amielőtt felveszi ez a sejttömeg a kapcsolatot az anyamével, mit csinál? Differenciálódik, vagyis átrendeződik 3 sejt rétegé, és ezt látjuk itt, ebben a metszetben Hammer doktor színeit alkalmazva, a piros a külső, a sárga a belső, a narancssárga a középső csíralemezt jeleníti meg, vagy ha jobban tetszik, akkor ektoderma, endoderma és mezoderma. Amint látjuk, ezekből a nyilakból bizonyos szervek fognak kialakulni, ez csak egy vázlatos rajz. A külső bőrünk az mindig az ektodermából, a külső csíralemezből alakul ki, és ezt pedig az agykéreg fogja irányítani. A belső csíralemezből kialakul a teljes tápcsatornánk, itt a szájüregtől egészen a végbélnyílásig terjedő tápcsatornáról beszélek, sárga, vagyis belső csíralemezből származik. A középső csíralemezből pedig minden, ami a kettő között van, tehát a külső bőröm és a tápcsatornám között elhelyezkedő szövetek a középső csíralemezből fognak kialakulni. Itt csak mutatom azokat a grafikus rajzokat, amelyek utalnak arra, hogy például a tápcsatornát az agytörzs fogja vezérelni egy életen át. Hoppá, mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy nincsenek áttétek. Kérem szépen, ez egy biológiai képtelenség,
akármit is mondanak a rendelőben, ott azért beszélnek áttétekről, mert annyi konfliktust megélek, hogy újabb meg újabb programokat indítok el. Tehát ha valaki bemegy egy rendelőbe, az urológiára, és a képébe vágják, hogy kérem szépen, ez prostata rák, mi lesz az első nagy félelmem, hogy meghalok. Hát rák egyenlő halál, ezt így adják el nekünk, holott a rák csupán csak felhívja a figyelmet arra, hogy túl sokat ültem egy konfliktusba, lezárom a konfliktust, és szépen meggyógyulok. Mondjuk 13 nap alatt természetes úton eltávozik a belemből a vastagbélrák, mert hogy erre is van történetünk. Csupán érzelmi lezárás kellett hozzá, és megtörtént. 13 nap alatt. Utcáról bejött emberrel. Tehát, ha én indítottam el a biológiai programomat, akkor én is fogom tudni leállítani, és nem a kemoterápia, nem a sugárkezelés, és adott esetben nem a műtét. Van az a helyzet, amikor akkora a szövetszaporulat, hogy azt már műtétileg el kell távolítani, de hát ez azt jelenti, hogy hatalmas volt a konfliktus tömeg. Nem kellene idáig eljutni, ha lezárnánk békével a napjainkat. Tehát ez a rajz, amit itt látunk, csak abban nyugtasson meg minket, hogy nincsenek áttétek. Rendben. A halálfélelmem van, tüdőszövet szaporulatot fogok csinálni, mert azt mondták, hogy rák. És műtét után, ha egy férfinak a szexualitásában hatalmas zavar keletkezik, vagyis csak félhatot mutat, akkor mit fog megélni? Egy nagyon súlyos önleértékelést, ami a derekából a meszet kiszedi, a csontból, a csigolyából. És ez nem áttét, ez már egy következő programnak a konfliktus aktív fázisa. Szóval annyi köze van a kettőnek, mint kuplunknak a pótkerékhez, mind a kettő ugyanabban az autóban van, mind a két konfliktust ugyanaz az ember élte meg, és ennyi az egész. A harmadik törvény el szinte egy időben fedezi fel Hámer doktor a negyedik természet törvényt, és itt kapunk magyarázatot arra, hogy nem egyedül oldjuk meg a biológiai programunkat, vannak segítőink, kérem szépen, itt laknak belül. Az én drága gombáim, a gombabaktériumaim, amit már visszatelepítettem, hogy a TBC elleni oltás pont rájuk hat, akkor az egyéb baktériumok, vírusok, minden a barátom, ami velem együtt él. Nem a külső tényezők, amit ártó szándékkal rossz emberek előállítanak, nem, az egy külső tényező. Azok a baci, akikkel én együtt élek, és gombák, és TBC baktériumok, ezek a barátaink. Miért van szükség rájuk? Azért, mert ők segítenek lebontani, itt van, tessenek nézni, ők segítenek lebontani a felesleges sejteket, akkor, amikor az agytörzs vagy a kisagy által irányított programról beszélünk. Itt jönnek be a gombák és a gombabaktériumok. Nyilván, hogy annál nagyobb számban lesznek jelen, minél nagyobb sejtömeget kell elbontani. Már megint az első mondatra térek vissza, nem újjék el nap a te haragoddal. Aztán van az a helyzet, amikor a programot elindítjuk sejt szövet sorvasztással, agykéreg és agyvelő programjainál, mit fognak csinálni a baktériumok és a vírusok, segítenek visszaépíteni a hiányzó szöveteket. Ettől lesz gennyes a fogam. Nem azért, mert befertőződött, honnan a fenéből, persze, vér útján, és miért csak a fogam? Akkor már könyörgök, akkor már meg kellene halljak szepszisben, ha vér útján csak úgy tud a fertőzés egyik helyről a másik helyre elmenni. Van az, amikor felbontok egy tájogot, és a genny bekerül a vérbe, na az már szép szepszis. De hát az már egy orvosi beavatkozás következménye, és nem lélekagyszer szinten indult el a program, tehát a germán gyógytudomány tárgykörébe azok a idézőjeles betegségek tartoznak, amelyek egy biológiai konfliktus hatására indultak el. És nem tartoznak bele az orvosi műhibák, a sugárkezelések, a méregkezelések, az esztelen diéták. És hadd ne mondjam, hogy a legsúlyosabb probléma az önsorsrontó hiedelmek. Igen,
agyontanult ember volt konzultáción, és amikor azt mondom neki, hogy a probléma, a vastagbéldaganatnak a problémája az, hogy egy kellemetlen élményt nem dolgozott fel, amitől szarul érezte magát, tehát egy kellemetlen élmény érzés az agy közvetítésével elindítja a szervi választ. És erre azt mondta, hogy elképzelhető. Akkor kellett volna hazaküldenem. Hát ha valaki ezt az egészet, amiről beszélek, még ott tart, hogy hát lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem, akkor ne csodálkozzon azon, hogy nem gyógyul meg. De a végén majd összefoglalom ezt a kérdéskört is. Lépjünk tovább, és egyezünk meg abba, hogy a külső tényezők ellen a szervezetemnek van védekező rendszere, amit elneveztek immunrendszernek, tök mindegy, minek nevezik, ez akkor is működött, amikor még azt se tudtuk, hogy a bőrünk alatt milyen szerveink vannak. Ez már akkor is működött. Tehát a külső tényezők ellen tudunk védekezni. Megvan a megfelelő védekező rendszerünk. De nem nevezhetem autoimmunnak azt a programot, ami csak azért alakult ki, mert nem oldottam fel a konfliktusomat. Ez a krónikus betegségeknek az oka. Függő konfliktus aktivitás. El se jutottam a megoldáshoz, kérem szépen. Mikor fogom lezárni a haragomat? Mikor fogok végre megbocsátani? Már régen eltemették azt az embert, de én még mindig gyűlölködöm. És ez kire fog hatni? A csontvázra, ott a síron belül, vagy én rám? Tessenek elgondolkodni. Függő gyógyulás. Nem zártam le a történetet érzelmileg. És ezért lehet, hogy megváltoztak a körülmények és a biológia, mert elkezdett gyógyulni. De az gyakran visszajövő sinek elakasztják a gyógyulásomat, és évekig vagy évtizedekig szenvedek izületi fájdalmaktól. Akinek ez tetszik, akkor csinálja tovább, vagy végre zárja le a programját. És nem az az elsődleges kérdés, hogy nem találom a konfliktusomat, hanem az, hogy a tünetem hajszálpontos választ ad arra, hogy mit kéne megoldanom, vagy feleslegessé tennem. Vagy feleslegessé tennem az életemben mondjuk az összes önleértékelést. És akkor a narancssárga oszlop onnan kiikszelhető, több önleértékelés nincs, akkor nincs csont, ízület, izom, kötőszövet, zsírszövet, programom. Ugye milyen egyszerű? Policiklikus lefolyásnál látjuk, hogy mindig eljutok a program végéhez, de jönnek azok a nyavajás recidívák. És amikor virágzik a parlagfű, akkor inkább kinyírjuk a parlagfüvet, ami egy fantasztikus gyógynövény amúgy, és semminek nem az oka. A természetet segíti a regenerálásban, szóval döbbenetes, de mi kiírtjuk a parlagfüvet, mert allergiát okoz, nem kérem szépen. A gyanú, a fel nem oldott félelem az, ami bennem a takonykort elindítja. A parlagfű csak egy tanú volt, jelen volt akkor, amikor megéltem egy nagyon gyanús ügyet kint a szabadban, és kiszimatoltam, és azóta, ha kiszimatolom újra a parlagfű pollenjét, újra eszembe juttatja, hogy még mindig nem tudok bizalommal élni, csak félelemben. Jó lenne megköszönni a parlagfűnek, hogy emlékeztet. Az 5. természettörvény 94-ben jutott a világ tudomására a lényeg megértésének a törvénye. És ha csak ezt az egy dolgot valóban el tudnánk fogadni, akkor meg is tudnánk nyugodni, és egy pánikos ember nem létezne ezen a földgolyón. Mert minden, ami bennünk zajlik, az a túlélésért és a faj fenntartásáért történik. Nem ellenem, hanem értem történik. Nem autoimmun, nem gyógyíthatatlan, nem ismeretlen, nincs gyógyíthatatlan betegség, csak gyógyíthatatlan beteg, aki ragaszkodik ahhoz, amit tanult. Az természetes, hogy olyan emberekkel nem fogunk tudni segíteni. És a
családtag sem fog tudni segíteni egy ilyen emberen, még akkor sem, ha elhozza a konzultációra. Mert ő kell meggyőződjön arról, hogy kinéz az ablakon, és megfigyeli, hogy minden élőlény kint a szabadban, minden nap azért küzd, hogy életben maradjon. Hát lehet, hogy ehhez nem kéne se statisztika, se állatkísérlet, csak megfigyelés. Figyelés. Figyelem. Föl se fogjuk, hogy ebben a szóban mi minden van, és mit jelent, hogy figyelem. Jó. Menjünk tovább, és akkor tegyük fel a kérdést, ha ez mindig igaz, miért nem ezt tanítják az egyetemen? Hát ameddig a gyógyszeripar fogja az orvostudományt maga alá gyűrni, ha a gyógyszeripar lesz az, aki finanszírozza a kutatásokat, milyen kutatásokat fog finanszírozni? Nyilván azokat, amelyek a gyógyszerek előállítását megindokolja. És nem azokat a kutatásokat fogja finanszírozni, ami a gyógyszerek előállítását feleslegessé teszi. Mi tudunk mit tenni? Feleslegessé tesszük a mai orvostudományt. Azáltal, hogy meg se betegszünk, és nem megyünk be a rendelőbe. Mert nincs miért bemenni, mert lezártam békével a napjaim. Értsük meg, a megoldás a mi kezünkben van, az orvos nem érti, hogy mi történik a szervezetünkben. Nem erre tanították. Az az orvos, aki már ismeri a germán gyógytudományt, és nem alkalmazza, na az már cinkos. Az már cinkos, kérem szépen. Ott már számoljon majd el a saját lelkiismeretével. Mert felajánlhatja a betegnek, hogy van ez az út, és ha ezt nem akarja, mehet a sugárkezelésre, vagy a kemóra. A beteg dönti el, hogy mit szeretne, nem az orvos. De az orvosnak tájékoztatni kell a beteget arról, hogy van másfajta megoldás is, mint amit előírnak a szent protokollok. Tehát 98-ban elismerték, igazolták, hogy Hammer doktornak igaza van. Mégsem ezt tanítják az egyetemeket. A tudományos táblázatról csak nagyon röviden szeretném kiemelni, hogy a konfliktus típusokról a weblapon külön lehet olvasni. Össze van foglalva a germán gyógytudomány menüpontban. Van az sárga mező, vagyis a belső csiralemezhez tartozó sejteknek a értelmes biológiai különprogramja, ezt az agytörzs irányítja. Az agytörzs a falat konfliktusokat fogja megoldani, az agyunk nem tesz különbséget valóság, álom, illúzió közt, tehát mindent, amit meg kell kapnom, az a biológiám számára falat, meg kell kapjam. És mindegy, hogy fagyiról van szó, vagy egy átmenő jegyről, vagy egy új autóról, vagy egy új táskáról, vagy mit tudom én miről. De ez az én megélésem, hogy szeretném már megkapni, amit megígértek nekem. És mikor megkapom, hát akkor begyullad a mandulám. Ha megkapom a hangfalatot, begyullad a középfülem. Mert van táplálékfalat, levegőfalat, vízfalat, fényfalat és hangfalat. Vagyis a túlélésünkhöz nem szükséges se a nagymama, se az anyuka, se a gyerekem, se az unokám. Hanem levegő, víz, táplálék szükséges, fény meg hang ingyen van, még a levegő is. Azt a kis vizet, meg azt a kis táplálékot meg igazán elő tudnánk állítani, kevesebb pénzből is, mint amennyit keresünk. Vagyis minden pillanatban adott a túlélésünknek minden feltétele, remélem megnyugodtak. Akkor is, ha tüneteim vannak. Akkor is, ha ijesztő tüneteim vannak. A magány és egzisztenciális konfliktus vízvisszatartást fog csinálni. Tessenek megnézni az erről szóló webkonferenciát, mert ennek a megértése fontosabb, mint a szívinfarktus, vagy éppen a pulmonális hipertónia megértése. Ez az, ami megöli az embereket. Igen. A kisagy által irányított programokat a narancssárga oszlopnak a felső részében fogjuk megtalálni idáig. Miről szól a történet? Vélt vagy valós támadásokról.
Mert az agyunk nem tesz különbséget a valóság, az álom és az illúzió közt. Jó lenne ezeket megjegyezni, akár lejegyzetelni. Hiszen ingyen kapjuk a tudást, ami ahhoz szükséges, hogy ezután egészségesen és boldogan éljünk. Mi az, hogy vért vagy valós támadás? Félek attól, hogy befordulok az utcán, és szétrúgják a fenekem, hogy megtámadnak. Egyszer megtámadtak, sahányszor arra járok, és nincs feloldva a félelem. Mit csinál a biológiám? Újra meg újra sejtszaporítással fog válaszolni. Írha programokról van szó, tessenek a vért vagy valós támadásokról szóló előadást megnézni. Ide tartozik a meldaganat is. A narancssárga oszlop második része az önleértékelés, önpusztítás fejezete, itt található, agyvelő, önleértékelés, egyenlő önpusztítás. Elmondtam, hogy mi minden tartozik ide, és hogyha helyre teszem önmagam, akkor ezt az egész fejezetet kihúzhatom az életemből. És nem lesz csont, ízület, izom, ér programom, mondjuk érelmeszesedésem, nem lesz zsír és kötőszövet programom sem. Tehát talán érdemes lenne ezeket a gondolatokat elsajátítani és átvinni az életünkbe. Az agykéreg foglalkozik az elválasztási konfliktusokkal, a birtok konfliktusokkal és a birtok zónán kívüli konfliktusokkal, valamint a működés változása az itt van, a táblázatnak az alján. És itt jön a szaglásvesztés, itt jön a cukorbetegség, az agyvérzés és minden más, amitől az emberek azért szenvednek még mindig, mert nem zárták le a konfliktusokat. Ha valakit érdekel, hogy miért élünk meg konfliktusokat, és hogyan tegyük feleslegessé, erre is kap választ a weblapon. Nos, elérkeztünk akkor a vérkeringéshez és a kisvérkörhöz. Tessenek odafigyelni, hogy mi is történik a szervezetünkben. Mert ha megértem magát a folyamatot, akkor fogom megérteni, hogy mi a feladatom. A szívet látjuk itt, ugye tudjuk, hogy négy örege van a szívnek. Van a jobb oldalon a jobb pitvar és a jobb kamra, és a bal oldalon a bal pitvar és a bal kamra. Hogyan működik a szív? A két szívfél között nincs átjárás, ha csak nem maradt meg, ugye nem záródott le a botálóféle átjárat, vagy éppen nincsen egy septum defektus, vagyis az elválasztó falnak a hiányos begyógyulása szülés után. Mert ugye szülés előtt még, amíg az anyamében vagyunk, és nem a levegőből jutunk oxigénhez, itt átjáró van a két pitvar között, és ez teljesen normális. De az első levegő vétellel ez az átjárat megszűnik. Nos, a születésünk után, mikor már lélegzünk, a következő a történet. A szívnek a bal oldaláról, tehát a bal kamrából elindul a vér, itt látjuk az aortát, elindul a vér az aortán, és mit csinál? Ellátja a szervezetünket oxigénes vérrel. Oxigénben dúsított vérrel, mert ez a vér a tüdőből érkezett ide. A szervezetünk felhasználja az anyagcsere folyamatokhoz az oxigént, a hemoglobin ugye leadja az oxigént a szöveti szinten, megköti a széndioxidot, és a széndioxid a vénás vérrel bejut hova? A jobboldali szív, a jobboldali szív pitvarába. Itt van a pitvar. Na most a pitvarból a vér átjut a kamrába, és a kamrából hova jut? Na hova jut, kérem szépen, a tüdőbe. Ez a tüdő artéria, mert az az ér, ami a szívtől elviszi a vért, az artéria, az az ér, ami a szívbe behozza a vért, az pedig gyűjtőér vagy véna. Tehát a tüdő artérián széndioxidban dúsított vért fogunk eljutatni a tüdőbe. Itt megtörténik a gázok cseréje, leadja a hemoglobin a széndioxidot, felveszi a tüdő
léghólyagjaiból az oxigént, és ez az oxigénnel telített vér hova jut? Hát nyilván, hogy a szív bal oldalára, először is bejut itt a bal pitvarba, a bal pitvarból a bal kamrába, és a bal kamrából indul újra az egész folyamat. Tehát, hogyha megnézzük ezt az egész folyamatot, ugye mutatja is az egész, hogy úgy néz ki, mint egy nyolcas, de ha én ezt megfordítom, akkor a végtelen jelét fogom ebből kapni, és a szívünk igen végtelenül tud dolgozni, ha megengedjük, azért, mert többet pihen, mint dolgozik. Részletek a szívről szóló előadásban, illetve a webkonferencián, illetve a tanfolyamon. Remélem, hogy megértettük akkor, hogy itt felül beszélünk a kisvérkörről, tehát ez a rész, amit most körbe fogok rajzolni, ez itt a kisvérkör, jó? És az, ami alatta van, ez pedig a nagyvérkör. Nekünk ma a kisvérkörrel lesz dolgunk, mert azt vizsgáljuk, hogy a kisvérkör erei, azok miért vastagodnak meg, milyen konfliktus okozza az erek megvastagodását, és a tüdőben levő vér, vérnyomásának az emelkedését, aminek aztán meg lesznek a hatásai. Csak hogy ahogy ezt megértsük, hát vissza kell lapozzunk egy kicsit, ugye, hova, az embriológiába. Itt látjuk a körülbelül 14 napos embriót. Itt van neki láthatjuk a garat íveket, valamint a garat tasakokat és a garat barázdákat. Tehát itt vannak a barázdák, látjuk, ez a barázda, ez az ív, és ez, ami itt belül van, ez a tasak. Nyilvánvaló, hogy itt embrionális sejtek tömkelegéről beszélünk, amelyekből majd valami ki fog alakulni. Na most Hammer doktor az embriológiába ásott le, és megfejtette, hogy az aorta ív és az arteria subclavia a negyedik garatívből kapja a nyálkahártyáját. Én pedig hétfőn éjszaka megtaláltam az embriológiában, hogy a tüdőartéria és tüdővéna, valamint a ductus botáló a hatodik garatívből kapja a megfelelő sejtjeit. Persze ezt nem fogjuk minden interneten fent lévő anyagban megtalálni, mert többnyire az izmok, a porcok, a csontok kialakulásával, vagy éppenséggel a szájpadlás kialakulásával és annak a fejlődési rendellenességével foglalkoznak a dolgok. Abszolút nem említik meg azt, hogy ezekből a garatívekből milyen erek alakulnak ki. Még egyszer kiemelném, hogy a negyedik garatívből fog létrejönni az aortaív és a szubklávia, vagyis a kulcsont alatti ütőér. Erről szó van a tudományos táblázatban, szó volt eddig minden tanfolyamon, de ezután szó lesz a tüdőartéria és tüdővéna származásáról is, ami a hatodik garatívből származik. És tudjuk jól, hogy benne van a könyvben is, meg az előadásban is, hogy a negyedik garatívből, vagyis a kialakuló rész, az az aortaív, itt látjuk az aortaívet, ugye? Az aortaívből létrejövő bal és jobboldali ütőerek, ugye itt látjuk azt, ami felmegy a fejbe, és ellátja a koponyán belüli és kívüli részt oxigénes vérrel. Nem akarok szakmai terminus technikusokat használni, elég ha annyit tudunk, hogy a negyedik garatívből, tehát az aortaív, és a belőle kiágazó fő ereknek a kezdeti szakaszának a nyálkahártyája fog kialakulni, és ugye tudjuk, hogy ezek konfliktus aktív fázisban fájdalmasok, épp úgy,
épp úgy, mint a szívkoszorú ér artériás része. Na most a tüdőartéria és a tüdővéna is megtalálható. Itt van, ide van írva artéria pulmonalis, látjuk, artéria pulmonalis, és ez azért lilás színű, mert ugye széndioxid a dúsított vért fog vinni a két tüdő félbe. És ugyanígy a véna pulmonalis is megtalálható, ami visszahozza az oxigéneltelt vért, vissza fogja hozni a szívüregbe. Amint látjuk, itt még a nervus vagus, vagyis a tizedik pár agyidegnek is itt van a származása, és megtaláljuk a ductus botallót is, azt az átmeneti söntöt, ami tehát a két pitvar között létre fogja hozni a kapcsolatot, addig, míg a születés maga meg nem történik. Miért fontos ezeket tudni? Akik már kicsit tájékozottak a birtokzónákban, ugye azok tudják jól, hogy ez a baloldali középső relé a birtokzónába és a jobboldali középső relé az a két legveszélyesebb relé abból a szempontból, hogy itt a konfliktusok megoldása határidőhöz kötött. Van női és van férfi birtokzóna. A birtok konfliktusokról szóló előadásban részleteket megtaláljuk. A lényeg a DHS, vagyis az, hogy vagy egy birtokvesztést éltem meg, és akkor a férfias birtokzónába csapódott be a konfliktusom, vagy egy szexuális konfliktust éltem meg, és akkor a női birtokzónának a közepébe csapódott be a konfliktusom, ha jobbkezes férfiról vagy jobbkezes nőről beszélek. A balkezeseknek, ugye lóugrás, Hammer doktor kifejezése, nem a nemének megfelelő oldalra, hanem az ellenkező oldalra csapódik be ugyanez a konfliktusa. Tehát balkezes férfinak az első birtokzónás konfliktusa, hova fog becsapódni férfinak, az első birtokzónás konfliktusa a női oldalra fog becsapódni. Ugyanígy balkezes nőnek az első birtokzónás konfliktusa, vagy szexuális konfliktusa, hova fog becsapódni a férfias birtokzónába. Ezért írtam itt össze úgy, ahogy összeírtam, hogy a balkezes férfinak ugye az első birtokzónás konfliktusa birtokvesztésként csapódik be a női oldalra, a jobbkezes férfinak a női oldalra, ebbe a relébe, csak a második birtokvesztés konfliktusa, vagy szexuális konfliktusa tud becsapódni, mert az első a férfias zónába csapódott be. És most, amiről szó van, ami lényeges számunkra, pontosan ez a relé a női birtokzónának a közepén levő szexuális relé. A jobbkezes nőnek a szexuális konfliktusa csapódik ide, viszont a balkezes nőnek a második szexuális vagy birtokvesztés konfliktusa fog becsapódni ide. És mi történik? Mi történik a konfliktus aktív fázis alatt? Nem csak a szívkoszorú vénák nyálkahártyájának a sorvadása, hanem a tüdőerek, nek a nyálkahártyájának a sorvadása is, ne feledjük, hogy enyhe fájdalommal. Tehát ez az enyhe bizonytalan mellkasi fájdalom, ez bizony ennek a jele. Miért jelentkezik konfliktus aktív fázisba? Mert ősszáj nyálkahártya séma szerint működik ez az egész. A megoldást követő fázisban eltűnik a fájdalom, és megkezdődik a visszaépítés fájdalom nélkül, ami azt jelenti, hogy a lebontott nyálkahártyát visszaépítem, és ez fog elvezetni az érfal megvastagodáshoz. Az érfal megvastagodása, vagyis az ér átmérőjének a szűkülete viszont mit fog okozni? Vérnyomás emelkedést a tüdőben. Az epileptoid krízisben
Mint tudjuk, tüdőembólia lép fel, mert a koszorúerekből érkező plakkok ugye eltömeszelik a tüdő artériák területét, és gyakorlatilag megakadályozzák a tüdőnek a normális keringését. Nyilván, hogy a tüdőben a vérnyomás az artériás rendszerben hatalmasan meg fog nőni. A leszakadó plakkok fogják ezt okozni, és ha a tüdőembóliát ugye túléltük, akkor a hegesedési fázisban a tüdőerek és a szívkoszorú vénák megvastagodnak. És most jön a lényeg, ugye, a miért nem gyógyulok már meg, a függőgyógyulás és a policiklikus lefolyás. Még mindig itt tartunk, hogy nem zárjuk le békével a napjainkat. Ez fogja újra meg újra végeredményként megjeleníteni az érfal megvastagodást és a vérnyomás emelkedést a tüdőben. Ez kérem szépen egy nagyon-nagyon lényeges dolog, mert ezt a tüdő vérnyomásának a mérése nem történhet úgy meg, ahogy azt a címfotón mutattam, hogy teszünk egy mancsettát a tüdőre, és megnézzük a vérnyomást, hanem a kardiológián speciális vizsgálattal lehet katéterezéssel, ugye ez egy invazív dolog, ereken keresztül oda bejutni és ott vérnyomást mérni, azért ez egy kicsit ciki. Van az ultrahangvizsgálat, aminek vannak olyan jelei, amiből arra tudunk következtetni, hogy magas a vérnyomás a szívben. Na de kérem szépen, honnan tudom én egyszerű laikus emberként, hogy problémám van a tüdőben levő vérnyomással? Na vajon honnan tudom? Egyszerű a dolog. Fáradékonyságot fogok érezni, megmagyarázhatatlan fáradékonyságot. És ez nem az a fáradékonyság, amit a konfliktus megoldása után érzek egy önleértékelési konfliktus során. Azt érzem, nem csak, hogy fáradékony vagyok, hanem csökken a terhelhetőségem. Mert ahogy elkezdem magam egy kicsit terhelni, légszomjam van, mert nem tud eleget tenni a tüdő keringése annak a igénynek, amit már egy terhelés jelent számunkra. Megjelenik a mellkasi fájdalom, ami tehát nem interkosztális neuralgia, vagyis nem borda közti idegzsába, ami csak belégzéskor okoz benyilaló fájdalmat, ugye? Nem egy pleurális fájdalom, ami kibelégzéskor fáj, mert a mellhártya száraz mellhártya gyulladáson van, és akkor éppenséggel dörzsölődik a két mellhártya egymáshoz. Jelzem, ez rögtön a megoldást követő fázis első tünete, amikor az Életemre törnek című programot megoldottuk. Nem is egy herpeszes, övszerűen megjelenő mellkasi fájdalom, ami után kiütések jelentkeznek a mellkason, hanem egy mondhatom, hogy szinte bizonytalan, sunyi, megfoghatatlan mellkasi fájdalomról beszélünk, ami nem az a szorító fájdalom, ami az angina pectorisra jellemző, mert az halálfélelemmel tölt el. Ottan kiver a víz, ott egyszerűen az felejthetetlen, hogy milyen egy igazi angina pectoris. Viszont megjelenik a mellkasi fájdalom mellett a krónikus köhögés. Az ilyen beteg csak úgy köhécsel, és fekvő helyzetben nyilván fokozódik ez az egész, és gyakori az éjszakai vizelés. Na, ami még ezen túl súlyosabb esetekben még jelentkezik, ugye lilás-vörös lesz az arcbőr. Miért? Mert a szén-dioxid mennyisége nagy a vérben, és ez fogja jelenteni az ajakcianózist, tehát lehet, hogy divatos a kék színű rúzs, de az ilyeneknek már nem kell ilyet használni, mert már eleve kék színű az ajka,
Cianotikus lesz a nyálkahártyája is, ha megnézzük a nyelvét, a szájüregét, kötőhártyáját, nem élénypiros, hanem olyan kékes lilás, azért is írtam ilyen betűket ide, hogy ne feledjük el. És az akrocianózis, azt lefordítom, csak annyit jelent, hogy a végeken is minden kék. Kék a kezem, kék a lábam, kék harisnya, nem kell venni, már kék az egész lábam, ugye? Aztán az orromnak a hegye is lilás-piros, és nem az alkoholtól, és nem a hidegtől, hanem azért, mert egy kor pulmonális krónikumot élek meg. Miért beszélek erről? Azért kérem szépen, mert ez csak egy szinonima. Tehát amikor túlzott vérnyomásról, tehát magas vérnyomásról beszélek, akkor a valójában az idült kisvérköri keringészavar okozta szívbántalomról beszélek. Ezt a CPC-nek, vagy korpulmonális krónikumnak nevezik a szakirodalomban, és megvan ennek is a BNO kódja, és nyilván ezt a korképet már jobban ismerik az orvosok, csak mivel nem végzünk mögöttes tüdő-artéria nyomás vizsgálatot, ezért bement az orvosi köztudatba, hogy CPC, és nem foglalkozunk a dolgokkal, csak a következményekkel. Honnan ismeri fel az orvos azt, hogy krónikus szívtüdő betegségről van szó, azaz emelt tüdő-artéria nyomásról? Arról, hogy az artéria pulmonálisnak a pulzációját már a bal második borda közben esetleg ki tudja tapintani. Nyilvánvaló, hogy 120 kilós embernél ez nem fog összejönni. De a szakkönyvek ezt leírják. Ott benne van az, hogy ha hallgatom a szívhangokat, akkor a pulmonális fölött egy ejekciós klikket fogok hallani. Illetve korai diasztolés zörejt a pulmonális billentyű felett, és a pulmonális kettős hang pedig ékelt lesz. Na most ezek nagyon finom dolgok, amihez hát bocsánat, de zenei fül szükséges, és leszoktatták az orvosokat az auszkultációról, vagy nem figyelnek oda a finomságokra, mert elküldjük a kardiológiára, a kardiológus akár süket is lehet, hiszen látja az ultrahangon olyan gyönyörűen a keringéseket, a turburenciákat, hogy mindaz, amit én itt elmondtam, az látványként jelenik meg előtte, és nem egy hangélményként. Ugyanakkor ugye a pangás miatt a máj tömött lesz, és éles szélű lesz, és nem az alkohol miatt, hanem csupán azért, mert. Ez most elnézést kérek, de csupán orvosok értik, amit itt bemutatok röviden, ugye megfelelő EKG jelei lesznek a korpulmonális krónikumnak, és hogyha az epileptoid krízisben eljutok a tüdőembóliáig, akkor az EKG-n a megfelelő tüneteket megkapom az S1-ben, az S3-ban és a V1-esben. Aki szakmabeli, az érti, hogy miről beszélek. Tehát amikor a betegnek ilyen bizonytalan mellkasi fájdalma van, és azt látom, hogy feszült, és azt látom, hogy verejtékezik, hogy lilás-vörös az arcbőre, sőt, a nyaki vénái teltek, kérem szépen. Az már elég figyelmeztető jel, hogy csináljak egy EKG-t, és nézzem meg, hogy nincs-e egy akut tüdőemboliája az illetőnek. A másodlagosan is kialakulhat tüdőkeringési zavar, és a medicina eleve így osztja be a pulmonális hipertóniát, hogy van primér, aminek nem tudjuk az okát, és nem tudjuk, miért bolondul meg a tüdő artéria fala és alakul át. Ez a primér, vagyis nem tudom az okát, és van a szekundér, vagyis ami másodlagosan alakul ki. Hát nyilvánvaló, hogy egy mellkasi műtét után, torakoplasztika, hát a tüdő keringésében némi zavar felléphet. Gondolom ezzel mindenki egyetért. Vannak olyan okok, amelyek hát szűkítik a keringésnek a lehetőségét, és ez a tüdőpor betegség,
Ugye szénbányászoknak a betegsége, vagy az aszbeszt okozta pneumokoniózis, vagy kvarc tartalmú, ugye tüdőpor betegség, hogy ne beszéljek idegenül, és egyéb szervetlen porok is tudnak már a tüdőben lerakódni, és másodlagosan elindítani egy olyan folyamatot a tüdőben, ami már a tüdőnek keringési zavart fog okozni. Jelzem, ezek az anyagok elsősorban nem a szív erejére, hanem a tüdőnek a rugalmas szövetére hatnak. És mivel a tüdő elveszti a rugalmasságát, ezért nem is tud kitágulni. Ha nem tud kitágulni, nem tud beléje elegendő levegő jutni, tehát nem lesz, ami kicserélődjön. Tehát itt ez egy másodlagosan kialakuló dolog. Vannak restriktív okok is, ezt ugye azt jelenti, hogy idiopátiás fibrózis. Nem tudjuk miért, de fibrotikusan átalakult mondjuk egy családanyának a tüdeje, pedig nem dolgozik bányában, nem dolgozik öntödében, se szénbányában, és mit ad Isten? Egyre kevesebbet tud szuszogni, nem tud mélyen levegőt venni. Miért? Azért, mert képtelen, úgy érzi ő, és ez önleértékelés, hogy képtelen vagyok szóhoz jutni, vagy beleszólni valamiben, elmondani azt, amit szeretnék, mert miért vagyok képtelen? Mert vagy nem engednek szóhoz jutni, vagy lehet, hogy az a megélésem már régóta, gyerekkorom óta, hogy ha megszólalok, akkor annak baja lesz, lekiabálják a fejemet, vagy agresszív viselkedést vált ki a másik emberből, ha én megszólalok, tehát inkább meg se szólalok. Ezt mindenki döntse el magába, hogy magát a DHS-t miként éli meg, de a lényeg az, hogy a tüdő rugalmas kötőszövet elemeinek elindítom a sorvadását, mert önleértékelés, önpusztítás. A megoldást követő fázisban több kötőszöveti rostot építek vissza, mint amit lebontottam, csak ez már nem lesz az a minőség, ami volt, elveszti a rugalmasságát, és ezért lesz az, hogy nem képes a tüdő kitágulni, mert elvesztette a rugalmasságát. És nyilván, hogyha a függő gyógyulásban, vagy policiklikus lefolyásban csinálom ezt az egész dolgot, akkor mi történik? Kialakul a tüdőfibrózis minden por nélkül. Gondolkodtam már azon, hogy lehet, hogy a tüdőt még egyszer össze kéne foglalni, mert benne van a halálfélelem, ugye ez az alveolusok szaporodása, a tüdő léghólyagok szaporodása, amit úgy hívunk egyszerűen, hogy tüdőrák. Benne van a birtokféltés, ami viszont a levegő levezető rendszert érinti, vagyis a hörgőket, a hörgőcskéket, és itt a birtokféltés konfliktus az, ami elindítja a Hammeri góc, hol van a birtokzónában. Ott van akkor a tüdő ereket érintő konfliktus, amiről ma végig beszéltem, és ott van a kötőszövetet érintő önleértékelés is, amiről szintén nem találunk a táblázatban megemlítést, mert ezek annyira ritka dolgok, hogy nem került leírásra, viszont tudjuk, hogy a tüdő rugalmasságát pontosan ezek a rugalmas rostok adják, ez viszont mezodermális eredetű, tehát narancssárga, önleértékelés, önpusztítás, mi a téma, mi a megoldás. Na, beszéljünk akkor arról, hogy vajon mi lehet a megoldás. Nyilvánvaló, hogy a konfliktusoknak a napi szinten való lezárása érzelmileg. Elmondtam, hogy mit jelent, hogy érzelmileg. Elmondom még egyszer, mert mikor elkezdtem, még 300 alatt volt a létszám, most meg 400 fölött van. Tehát érzelmi megoldás azt jelenti, hogy megértéssel. Ebben segít a germán gyógytudomány, hogy megértem, hogy a másik ember azért olyan durva, azért agresszív a viselkedése, mert konstellált állapotban van, agresszív konstelláció benne van a birtokzónában. Mondtam egy példát. Vagy azért van már a 9. pasasa ennek a nőnek, mert nymphomán konstellációban szenved. Szenved, kérem szépen. Nem jó kedvében váltogatja a pasast, vagy a férfi a nőket, mert dupla
szexuális konfliktus maradt megoldás nélkül, és amikor ez az egész, a mérlegállás ugye a férfias birtokzónát szabadon hagyja, vagyis a női birtokzónában lévő konfliktusa került sínre, akkor mániás lesz a viselkedése, és mániásan keresi azt a szexuális partnert, aki majd őt boldoggá teszi. Tehát biológiai kényszerpályán mozog a nymphomán is, meg a Casanova is, meg az agresszív konstelláció, és a többi, és a többi. Van róla külön könyv, pszichózisok és viselkedés változások, a germán gyógytudomány fényében, akit érdekel, weblapról megrendelheti. Tehát, ha megértettem, akkor meg tudok már bocsátani? Talán igen. El tudom már engedni ezt az egész történetet? Hisz azért tart engem betegen, mert úgy ragaszkodok hozzá, mint a rabba a bilincseihez. Nem tudok elszakadni a múltamtól, mert azonosulok azzal, ami velem történt, a sérelmekkel. És vannak ugye megbocsáthatatlan bűnök bizonyos népcsoportoknál. Szóval megértés, megbocsátás, elengedés, elfogadás. A feltétel nélküli elfogadást úgy hívjuk, hogy szeretet. Ami nem feltétel nélküli elfogadás, az nem szeretet, az biológiai szükséglet. És hála. Értsük meg, nem éri meg valakire is haragudni, mert öngól magunkat tesszük tönkre. Szívtől szívig kommunikáció bevezetése, ez tanfolyami anyag, aki eljön és megtanulja a szívtől szívig kommunikációt, az megtanulja ezeket a veszélyes helyzeteket, ami mindig azzal végződik, hogy már hozzá se fogok, mert tudom, hogy erre te azt mondod, én erre ezt válaszolom, és akkor ez lesz a vége. Na szóval ezt mind meg lehet oldani szívtől szívig kommunikációval. Kilépés a pokoli szerepekből, amíg ezt nem tesszük meg, addig hatni fog ránk a biológiai törvény mindenestől. Addig a biológiai törvények hatája alatt működök, mert áldozat, megmentő és bűnbak szerepeket játszok. A birtokhoz valók viszonynak az átírása, szintén tanfolyami anyag, videóhoz kötött, átélésre van szükség ahhoz, hogy ezt az egészet megértsük. Az azonosultságok tisztázása és átértékelése viszont azért lenne lényeges, mert ha tisztázom a szerepeimet, amit eljátszok biológiai lényként ezen a bolygón, és ezután is eljátszom, de nem döglök bele, mert elengedem szeretettel ezeket az azonosultságokat, továbbra is eljátszom a szerepeimet, de ha nem azonosulok a szerepeimmel, akkor már nem élek meg benne konfliktust. Vagyis akkor ahhoz, hogy kilépjek a pokoli szerepekből, tisztáznom kell először az azonosultságokat. És döntse el mindenki, nem az a kérdés, hogy lenni vagy nem lenni, hanem az, hogy élsz vagy félsz. Továbbra is a biológiám, a félelmeim, az ösztönlény irányítja az életemet, és a túlélésért és a fajfenntartásért küzdök ebben a reinkarnációban is, vagy rádöbbenek arra, hogy ki vagyok én valójában, átadom a lelkemnek az irányítást, és onnantól kezdve megteremtem azt, amire vágyakozom. Na most a lényeges az, hogy következetes kitartás a döntés mellett. Ha ez nincsen, akkor rövid ideig boldogok vagyunk, meggyógyulunk valamiből, és aztán visszalopja magát az összes egós személyiségünk, és 2 év múlva csinálunk egy újabb daganatot. Miért is akad el a gyógyulásom? Hát a beteg passzív hozzáállása, kérem szépen, mert a beteg úgy gondolja, hogy doki, beteg vagyok, gyógyíts meg. Ezért fizetem a TP-t. Mert nem ismeri a beteg az 5 természet törvényt, ilyen emberekkel nem tudok miről beszélni, sőt azokkal sem, akik ismerek, de nem tudják elfogadni az igazságait, erre mondtam példát, ami a héten történt konzultáció alatt.
Nincsenek érzelmileg feloldva a konfliktusok, és így ismételten sínekbe botlunk. Ismerős ez a két ábra? Mikor fogjuk lezárni érzelmileg a konfliktusokat? Most mondtam el, hogy mindezt hogyan kéne megoldani. A megoldási fázis tüneteit konfliktusként érjük meg. Hát ez így csokkolom. Fájdalom egyenlő gyógyulás, és nem kéne pánikot elindítson bennem, hogy ja Istenem, mi lesz velem. És az elhagyatottság, a reménytelenség begyűjti a vizet a szervezetembe, és tízszeresére fokozza a tüneteimet, főként a fájdalmat. Vannak a vegyszeres beavatkozások, az esztelen diéták, a helytelen életvitel. Igen, ha valakinek a tüdejével baja van, akkor éppen arra az időre, míg rendben jön, tegye félre a dohányzást. Amúgy nem a dohányzás okozza a tüdőrákot, hanem a halálfélelem, de legalább támogassa meg a biológiámat a gyógyulásba. Ez teljesen természetes. Az esztelen diéták. Megemlíteném, hogy már 1920-ban kimutatták, hogy a daganatos sejtek mind savas környezetben tudnak szaporodni. De ez nem azt jelenti, hogy akkor lugosítom a szervezetem, és nem lesz daganatom. Hatalmas tévhit, amikor stresszt élek meg, amikor konfliktusaktív fázisban vagyok, azzal is savasítom a szervezetemet. Azok az anyagcsere folyamatok indulnak be a stresszben, amelyek savasítással járnak, függetlenül attól, hogy én nyuszi papi teszek egész nap. Tehát megint nem a valós okokkal foglalkozunk. Nagyon egészséges a rengeteg zöldség, a gyümölcs, semmi kifogásom ellene. Mert nehogy azt higgyük már, hogy nem leszek rákos akkor, hogyha én vegetáriánus vagy vegán vagyok. Tehát nem a táplálkozás fogja bennem a lelki problémákat helyrehozni, hanem azt nekem kell megoldanom. Nem tudom, miért beszéltem erről, biztos valakinek nagyon fontos információ. A tudatlanságból újabb és újabb programokat indítok el. És akkor majd jönnek az úgynevezett áttétek. Mit kellene tennem az első tünetnél? Megnyugodnom, behűtöm a pezsgőt, mert ünnepelni fogok, mihelyt a gyógyulásomnak a végére értem. Ennyi. És nem újabb dolgokat elindítani. De hát itt jön az, hogy minél intelligensebb valaki, annál gazdagabb a megélése, az asszociatív gondolkodása, annál több félelmet tud elindítani, és annál betegebb lesz. És hát itt jön a rendelőben kapott diagnózis sok. Na ez már, én tudom, ez már sok. Miért megyünk vissza a rendelőbe? Hogy újabb sokkokat kapjon. Hogy újra elvegyék tőlünk a reményt, hogy meggyógyulhatunk, mert nem megmondtam magának, hogy gyógyíthatatlan. Nem megmondtam, hogy rossz indulatú. Ott a szövettan kimutatja. Nincs rossz indulat, kérem szépen, csak rossz indulatú emberek vannak, vagy téves értelmezés, hogy finomabban fogalmazzam. A rossz indulat nincs a biológiában, a biológián túlélni akar, és fajt fenntartani. És akkor most jön az, hogy a betegséggel járó megváltozott helyzet következményeit konfliktusként élem meg. Igen, ha egy zongora művésznek a valamelyik ujja eltörik, akkor ott rengeteg dolog fog még elindulni az ő életébe. Mert már nem fogja tudni azt csinálni, amit addig csinált. De lehet, hogy a zongorázás mellett valami mással is kéne foglalkozni, mondjuk a lelkünknek a karbantartásával. Lehet, hogy egy baleset, aminek a következményeiben mit tudom én, valami maradandó változás szenvedett el a szervezetem. Hatalmas hálával kéne tartozzak neki, mert megállított a lejtőn. És végre elkezdtem gondolkodni, hogy mi a fenét keresek ezen a bolygón valójában. És itt van még egy nagyon fontos tényező, a család negatív hozzáállása. Kérem, az a beteg, aki germán gyógytudomány szerint szeretne meggyógyulni, és az egész család egész nap 24 órában nyomatja a fülébe, hogy te hülye vagy, hát annak nehéz lesz ebben a környezetben megtalálnia a lelki békéjét, és meggyógyulni. Nagyon ajánlom mindenkinek, hogy a Miért akad el a gyógyulásunk című előadást nézze végig, ha úgy érzi, hogy elakadt a gyógyulása.
ha nincs lezárva a konfliktuson, békével, ha azt élem meg, hogy megrekedt a gyógyulásom, valahogy se előre, se hátra, kérem szépen, ott mélyebbre kell ásni. Vajon tényleg őszinte vagyok önmagamhoz? Nem véletlenül beszéltem a pótkerékből a párkapcsolatba belépő harmadikról. Tessenek szíves lenni, elgondolkodni, hogy ameddig önmagamhoz se vagyok őszinte, addig ne ábrándozzunk gyógyulásról. Nos, lényegre törő rövid megfogalmazásokat kérek.